Na, sziasztok, ez itt Ten Krisz, és ez itt a Resident Evil 6 című játéknak a játszása. Hát, sok mindent nem tudok erről a játékról sem mondani, szokás szerint, mivel ezzel se játszottam még túl sokat. Hát egy dolog az szembetűnő, hogy a főhősünk segítője tök úgy néz ki, mint Lara Croft ebből az új játékból, és hogy a grafika az rendkívül undorító, tehát hányásommal egyenlő körülbelül, nagyon ronda. Főhősünk Loreal-t használ, csak úgy fénylik a haja, már úgy 20 emeletet zuhant kávé. 600 zombit ki kellett nyírni, de... Igen, de a haja az még mindig jó. Mindig szép, zselézett. Ez a lényeg. Itt volt valami, láttam. Ja, az csak a izé volt. Na mindegy. Hú. Na, ez milyen hely? Ez egy színház? Mint a régi görögöknél? Az nézett ki így. Ilyen színház, az volt ilyen félkör alakú. Ezt nemrég tanultuk az iskolában amúgy, azért mondtam. Hoppá, ne szemetelj, fiam! Jönnek, azt megbüntetnek, na mondom! Jön is a büntetés. Jaj, mi ez? Ezt nem akartam. Jaj, ne! Nem volt betöltve a fegyver! Hú, ennek szétlocsant az agya. Elég rendesen. Hoppa, ott jön még egy. Azt hiszem lehet verekedni. Ja, igen. Hát aztán megjött jiu-jitsut. Csak nem a levegőt kéne rugdosni, hanem mondjuk a zombinak a gerincét. Nem gondolod, Leon? Na, menjünk tovább. Exit. Látjátok, olyan undorító a grafika, hogy nem is látom, hogy az van odaért, vagy exit. Csak kitűnő logikámnak hála, hogy megtalálom a kiutat. Hú, magától nyíló ajtó, vagy Jedi is egyszer ez a csábó. Hú, hát ez nagyon, nagyon kemény. Nagyon kemény gyerek ez. Nyissuk. Jaj! Ez mi? Hol van, még él? Ki nyukkan? Ez egy zombi. Mármint, hogy élő zombi. Élő zombia. Ah, volt nála lőszer. Király, mert kicsit fogytán van. Ezt fogadjunk, hogy fel kell. Itt lemerném fogadni 15.000 forintban, hogy ez a zombi fel fog kelni, ha oda megyek hozzá. Ah, megmondtam már. Kicsit kezdtem megijedni, hogy... Hogy kell újra tölteni. Nem az el... Nem az errel. Ja, lehet, hogy nincs lőszer, aha. Ott viszont van egy a földön, láttam. Hú, itt is van. És itt is van. Utálom a lőszer gyűjtögetni. Ah, dobjanak meg egy 200 darabbal, azt kész. Hát, hogy tudott ez a csávó így fölkészülni, hogy... Hoppá, ez él. Hát, csak eldől, mint egy zsák krumpli. Meg átesek rajta. Na nézzük, mi van az ajtó mögött, milyen szörnyetegek jönnek még. Hallom. Itt van lent. Itt hátba akar jönni. Persze! Hogy tudtam? Hát ez egy Bruce Lee, meg egy Steven Seagal egyszerre. Hú, mennyi cucc van a földön. Ez a csáv aztán tud bugyózni, egy rugásra szétfocsan a zombinak a feje. Ez a csávom milyen sokat szerepel a játékba. És milyen gagyi textúrájában, nem tudom elolvasni. Nézzétek meg, mint a kínaiul lenne. Fúj, de ronda. Ide menjek be. Mi van itt? Itt is színház, vagy mi ez? Hú, van zombi bőven. Dögölj már meg, bazd meg! Dögöljetek már meg! Jaj, jaj! Töltsünk be, mert ezek úgy megrugdosnak. Azaz. Látjátok? Így kell megölni a zombi. Nem egy golyóra bízom a zombikát. Ki is fogytam? Mi a faszom? Hát már megint nincs ammó. Jaj. Na. Ó, ti rúgjátok az ajtót. Hát ilyen kemények vagytok. Drága szívecském. Na nézzünk valami lőszert. Jó napot kívánok, egy sajtos muffint kérnek. Jaj, nem, mit csinál? Hagyjon már békén, csak egy sajtos muffint kértem. Lőszerem az nincs. Azt is adhatna. Egy 20 darabot. Na. Ó, könyökkel a gerincét.
Bele is halt egyből. Nem semmi. Ó, oh, lőszer, nem semmi ez az űrge. Kólát nem lehet venni? Hát nem. Ahogy elnézem, nem. Szuszog valaki. Tudod mit? Sporolok a lőszerrel, te genya. Hát inkább nem. Majd holnap. Na, hova kell menni? Ja igen, az ajtót ki kell nyitni. De nagyon mocorognak, meg morognak. Ah, volt egy fejed. Ennek is volt egy feje. Ja, hogy ennek még megvan a feje. Oké. Most már nincs. Jó. Space. Hunnigan, the gate's locked. Persze, be van zárva az ajtó. De azért ide kellett jönni, hogy meggyőződjünk róla. Hol a csaj? Miért rádión beszélünk? Ja, hogy ő ott bassza a rezet a kezdőhelyen, mi? Ennek van egy baseball ütője. Veszélyes. Jaj. Jaj, jaj. A lufit szét lehet lőni? Á, szét lehet. Egy golyóval szétlövök egyszer a hat lufit. Hú, ez tök jó. Na rúgjuk be az ajtót, Helena. Lara Croft. Na gyere, drága. Hú, ez a Jack utca talán. Remélem, itt van az a rohadt ajtó. Reméljük. Van lőszer, jó, király. Help, help, ott volt a földön, hogy help. Akármilyen ocsmány a grafik, azt el tudtam olvasni. Mi van, bekapcsolt a riasztó? Jaj, ne vicceljünk már! Jézusom, hol a lézer? Én meg a csajt lövöldözöm, mi a szar? Bagráció, bazd meg! Azt mondod, hogy nem tudjuk mindet legyőzni? Ha, akkor nézz engem, kisanyá. Kis lövöldözés és big bada boom. Ah, csak úgy locsannak az agyak. Hát bazzek. De a hajad épségben marad. L'Oreal, mert megérdem. Megérdemled. Lehetne egy Roleár lekve. Ám milyen nehéz szó. Csak nyírjuk ki ezt a sok geci zombit. Gyerünk már! Megint is lőszer! Ez az. Ez az. Hányszor kell fejbe lőni? Fröccsög a vér. Oh. Gyere fiam! Megkóstolod a falat? Na mi van? Na igen, finom! Kérsz trepet át, valamelyik? Na jó lehetett a puli a kezében maradt a sörös üveg. Zombikának. Jaj, várjátok, a lőszert fel kéne menni. Na, azt hiszem ennyire volt mára. A folytatást nem fogjátok megtudni. Ja, várjátok, de még. Jaj, meg kifogytam. Na mindegy, hát akkor ennyi volt. Ja nem, van lőszer. Pedig már abba akartam hagyni a videót, de azért ezeket még leszedem. Na, itt a vége, friss el vége. Gyertünk, és a királynő megmenekült. Na, sziasztok!